szívesen foglalkozom. Közel 1200 kárpátaljai vállalkozó és magángazda adta be a múlt évben igénylését vállalkozásfejlesztésre, eszközbeszerzésre. A pályázók csupán 7%-a nem részesült támogatásban. A pályáztatást bonyolító, a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek és történelmi egyházak képviselőiből álló EGÁN EDE jótékonysági alapítvány vezetője egyértelmű sikerként értékeli a kezdeményezést. Három kategóriánk volt: mezőgazdaság, vállalkozásfejlesztés és turisztika. Elsősorban azokat támogattunk, aki indítani szeretne teljesen nullából a vállalkozását, ahhoz, hogy segítsük az itthon maradását, és azt, hogy el tudja foglalni és megtartani a családját is egyaránt. Sikeresnek tartom az első pályázati rendszerünket. Ugye látható, hogy a három kategóriában 1190 pályázónk volt, akik közül 880-at támogattunk első körben. Ugye mindenki tudhassa azt, hogy most elindítottok a forrásfüggőnyeseknek is a támogatását, ami azt jelenti, hogy még 205 ember részesülhet támogatásban. Ha megnézzük a statisztikát, akkor csak körülbelül 7% pályázónk nem kapott támogatást, a többieket pedig sikerült részesíteni támogatásban, amit nagyon nagy sikernek tartok. Maga az eszközöket a támogatásban sikerült megvásárolnom. Ez Tóth Gábor esetében sikerült. A fiatal vállalkozó évek óta küzdött azért, hogy létrehozza Csapon az első fitnesstermet. 10 évvel ezelőtt a családi ház pincéjében kezdte. Azóta 4 helyen próbált szerencsét, a gazdasági válság miatt kevés sikerrel. Épp azon gondolkodott, hogy Magyarországra költözik, amikor jött a pályázati lehetőség. 10 évvel ezelőtt kezdtem el edzősködni, tehát egy 15 négyzetméteres pincében, tehát baráti társasággal kezdtük el, és egy ilyen edzőteremmé nőtte ki magát. Tehát nagyon nagy igény volt már régen ezzel az edzőteremre, tehát a Csapon nem volt hasonló még soha, tehát ebben nagyon hozzájárult a támogatás, ugye, amit megkaptam, tehát a hátam mögött lévő edzőterem ebből lett berendezve. Helyi vállalkozóval sikerült megegyeznem a terem bérléséről, ami nagyon jó, mert egy 254 négyzetméteres termet tudtunk ezáltal berendezni, ahol 30-40 ember is egy órában, egy időben tud edzeni. Igazából maga a hely az 8 ember volt ugye berendezve, de annyira nagy lett rá az igény, hogy tehát további bővítésekre is szükségem lesz valószínűleg. A magyarok 70%-ának megélhetést biztosító mezőgazdaság kiemelt ágazatként szerepelt az első pályázati kiírásban. Szanyi Ferenc kistraktort és talajművelő eszközöket vásárolt a támogatásból. Elvetettünk itt olyan hektár körüli korai krumplit. Riveira korai, előcsiráztatott. A nagydobronyi farmer sok jószágot tart, több mint 2 hektáron gazdálkodik. Azokat a földterületeket mutatja, amelyeket már a tavasz folyamán bevetették a traktor segítségével. Mire pályáztunk, ezt a Dejvei kis traktort megvenne, tartozékokkal minden alakult jól. Megveszegettük, sikerült vele már a háztáiba az korai krumplit elvetni, előcsirázott krumplit, le van takarva. Riveira fajta, nagyon korai krumpli. A mezein úgy szintén 2 darabot, már olyan hektár körüli nyolcanszotek egyik helyen, másik helyen. Ezt ebben most a napokban már befejeztük, elvetettük. Hát reménykedünk, hogy további sikereket érünk el így a gazdaságba. 2006-ban kezdtem építeni, akkor 2008-ra jött egy olyan árvíz, stb., hogy tönkre ment minden. Az anyagiak csökkentek, utána megint 12-be javítottunk, építettünk rajta. Jött a másik válság, tönkretett, itt maradt félen, pedig egy raktár helyiségre nagyon szükség lenne. A gazdálkodónak azonban már új tervei vannak. Az omladozó félkész raktárát szeretné rendbehozni. Amit megkezdtünk korábban építeni, hogyha lehetne, akkor pályáznák, hogy tudjuk befejezni, ahol tárolni lehet a buzafejlét, gépeket, ilyesmit. Erre nagy valószínűséggel lesz lehetőség, hiszen az EGÁN EDE alapítvány a napokban meghirdette új pályázati felhívásait kis és nagy beruházások számára mezőgazdaság és vállalkozásfejlesztés területén. A honlapunkon feltüntettük a pályázati kiírásokat, ahol látható, hogy április 3-ától lehetőség nyílik pályázni. Ugye idén 4 pályázati felhívásunk van, 2 kis pályázatok, amik közül mezőgazdaság és vállalkozásfejlesztés van nyitva, és 2 nagy beruházás az pályázatunk mezőgazdaságban és szintén vállalkozásfejlesztésben. Prioritásképpen ugye látható az, hogy nem raktunk gradáciát az alapján, hogy akik tavaly nyertek pályázatot, nem pályázhatnak idén. Igen, mindenki pályázhat, és mindenki lehetőséget
ritka felvenni a támogatást, hogyha sikeres pályázatot nyújt be. Valamint megítélhető, hogy eltérő szempontból a tavalyi pályázathoz fel kell figyelni arra, hogy csak 5 eszközre lehet pályázni a pályázóknak, valamint nagyon fontos és pozitívumként látom azt, hogy megengedtük azoknak a gazdáknak, azoknak a pályázóknak, akiknek 3 és több gyereke van 18 éves korig, ha bemutassa megfelelő dokumentumban az adott tény, akkor tudunk engedni az önerőből akár 10%-ig is, és a pályázat intenzitása pedig 90 marad. A földtámogatás az folytatódik-e? Igen, folytatódik. Tavaly ugye sikerült befejezni az A kategóriájú, vagyis a pályföldeket. Idén pedig szeretnénk befejezni a B meg a C kategóriájú földeket, azért, mert látható, hogy több mint 4000 földünk maradt még. A nagy beruházásoknál, vagyis a nagy pályázatoknál csak egy minimális összeget határoztunk meg, ez egy 50 milliós értékű összeg. A többi pedig attól függ, hogy ki milyen projektet ad be, ugye, mert a projekt 3 évtől 5 évig lehet előre írva. A kis pályázatokkal kapcsolatosan emeltünk a keretösszegeken, átlagban ez 3 millió forintról beszélünk, beruházás és mondjuk mezőgazdaságban mobil hűtőkonténerek beszerzésénél pedig 5 millió forint a maximum. A kárpátaljai gazdaságélénkítő programról tartott tájékoztatót több felső tiszavidéki településen Magyar Levente. A gazdaság diplomáciáért felelős államtitkár elmondta, 20 milliárd forintos keretösszeg áll idén a kárpátaljai mezőgazdászok, egyéni vállalkozók és nagyvállalatok rendelkezésére, pályázni többek között eszközbeszerzésre és kapacitás bővítésre lehet. Van olyan tervünk, hogy itt a felső Tisza vidékén is, talán pont Visken létrehozzunk egy olyan nagy gyümölcsfeldolgozót, amelyik revitalizálná ezt a kultúrát, amely családok ezreit ösztönözni arra, hogy kezdjenek újra gazdálkodni, de szerte Kárpátalja Magyar Lakta részein lesznek ilyen beruházások, erre több 10 milliárd forint áll rendelkezésre, részben visszanemtérítendő támogatás formájában, részben pedig kedvezményes, akár csak néhány százalékos hitel, tehát támogatott hitel formájában. A pályázatokat az EGÁN-EDE Jótékonysági Alapítvány kárpátaljai irodáiban lehet benyújtani április 3-tól. A nagy összegű pályázatok leadási határideje április 28, a kis összegűeké pedig május 5. A falunk közössége számára a hitéletben ilyen erős és biztos alap az Úr Jézus Krisztusra való építkezés. Építsetek rá ti is. A munkások közös áhítatával kezdődik a munkanap az újakli templom építkezésen. A nagyszőlősi járásban található faluban 2004-ben alakult református gyülekezet, 2 éve kezdtek önerőből templom építésébe. Én, mint a szakmám rukkelműves vagyok, és felvállaltam azt, hogy a brigádot fogom vezetni, mert Magyarországon is kőműves szakmában dolgoztam, és sok mindent elméletileg elsajátítottam. És hát így kezdtünk neki a munkának, és hál' Istennek 2 év alatt elég szép eredményt elérhettünk. A lelkes és elszánt csapat a belső munkálatoknál tart. Ahol küldenek, azt csinálok, ezt, azt, azt, minden. Mikor fűrészelni kell, fűrészelni, mikor betonozni kell, betonozunk, mikor falazni kell, akkor adjuk a mestereknek a keze az anyagot, tegyük le a maltert, mikor mit kell csinálni. A nehéz ukrajnai életkörülmények miatt ezrek hagyják el Kárpátalját, és keresnek munkát a gazdagabb európai országokban. Emiatt a helyiek közül többen is értetlenül fogadják, hogy a templomot építő életerős munkás emberek miért vannak még mindig itthon, miért nem mennek a pénzkereset reményében külföldre. Én is mehetnék külföldre dolgozni, jó pénzt keresni, de nem mehet mindenki külföldre dolgozni. Valakinek itthon is kell maradni, itt születtünk, támogatni kell ezt, meg minden egyéb, tehát nem mehet mindenki külföldre. Valakinek itthon is kell maradni, mi lesz, mindenki elmegy külföldre, vagy egyéb ilyesmi. Nem lesz itthon senki. Valakinek vigyázni kell a családra, a gyülekezetre. A munkálatok következő lépése a templomtorony megépítése lenne. Ehhez azonban pénzbeli vagy munkaanyagbeli támogatásra van szüksége a helyieknek, akik már eddig is erejükön felül teljesítettek. A vidékre jellemző a mély szegénység. Újakliban és a környező településeken a kárpátaljai átlagnál is alacsonyabb az életszínvonal. A helyiek mégis viselik a terhet, és itt a földön építik 2 kezükkel az Isten országát. Van igény arra, hogy ők szeretnék részt venni Isten tiszteleteken, szeretnék, ha az ő gyermekeiknek is része lenne hitoktatásban,
lelki nevelésben, és így kezdtük el látogatni ennek a falunak a lakosait, kezdtünk el megbarátkozni a helyi emberekkel, és ebből lett az, hogy megkezdődött egy gyülekezeti hitélet Újakli községében. Újakli érdekessége, hogy mintegy 100 éve mesterségesen hozták létre. Hegyvidéki területekről ruszin, ukrán és orosz munkásokat telepítettek a magyar falvak közé ékelve. Mintegy 2 évtizede azonban többek között a vegyes házasságok és a betelepülések révén rohamosan magyarosodni kezdett. Ezzel gyökeresen ellentmondanak az általános kárpátaljai tendenciáknak. Ez a ruszin falu lassanként kezdett el magyarosodni. És ez azért pozitív, mert közben egy református gyülekezet nőtt ki belőle, és azóta itt tudunk együtt járni istentiszteletekre. Tehát számunkra nagyon pozitív dolog, hogy Ukrajnában, ahol nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a magyar lassanként eltűnik, a magyarok beolvadnak, itt az tapasztalható, hogy a magyarok szaporodnak, és lassanként még többen vannak. Tehát egy pozitív tendenciát élhetünk meg. Hála Istennek! Az újakli református templom építését anyaországi és kárpátaljai gyülekezetek is segítették már. A helyiek reménysége szerint még idén a reformáció 500 éves jubileumának emlékévében elkészül a templomuk, és fel is tudják majd szentelni. A templom építés egy közösségnek az összefogásáról beszél, az Istenhez való tartozásáról, és az áldozatkészségéről. Aki templomot épít, az évekre elkötelezi magát egy nemes cél érdekében, hová teszi a tizedét, miért imádkozik, és tudja azt, hogy minden munkájának valahol a gyümölcse, ha nem is az első, de a második értelemben az a templom lesz, mert hozzá tudja tenni a sajátját. A helyiek a kezdetekben még a szomszéd magyar települések református templomaiba jártak át. Jelenleg a helyi iskola egyik termét használják gyülekezeti alkalmaik megtartására. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van. Az újakli templomépítés a helyiek szerint a kárpátaljai magyarság reményét szimbolizálja. A faluban élők az ukrajnai válsághelyzet és a nehéz életkörülmények ellenére szülőföldjükön akarnak maradni, boldogulni, és a feltámadt Krisztusba vetett hitükben bizakodnak a szebb jövőben. Sokféleképpen védkeztünk ellen. Nazaré. To má voni. Voni pekne má. Takže vy ste boli medzi prvými rodinami vôbec na Slovensku, ktorí ako malopestovatelia začali s novou odrodou devín. Áno, áno, áno. Presne tak, vinárstvo Berta. Je to veľmi dobré vínko, je to kríženec. Novošlachtenec. Je to Veltlín červený, bielý a Tramín červený. Má to vysoké cukry, dosahuje jeden z najviac cukrov. Úroda je, by som povedal, nadpriemerná a chutí to po takých lesných plodoch. Je to tam cítiť krásne. Aj ten tramíček je tam, takže ten je tam cítiť. No, je to neskorý zber. Cukor mal približne okolo 24-25. A stáčal som to a teraz je to už archivované. Pôjde to na archiváciu. Inak je to dobre chutné vínačko. Ochutnajme.
Vajon honnan származik ez az új fajta? A kérdés megválaszolására Pozsonyba utazunk. A szlovák fővárosnak nem csak nagyon gazdag szőlészeti borászati múltja van, hanem itt született, él és dolgozik Dorota Pospisilová, világszerte elismert szőlőnemesítő is. 1958-ban a Pozsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben ő keresztezte a ma már Gyevin néven ismert fajtát. Toto je doktor Čižmázia z Maďarska, Kozmapál. Kozmapál, takže ďalší maďarský Kozmapál, šlechtiteľ. Áno, ktorý účinkoval ako profesor na Budapešťanskej vysokej škole. Takže s maďarskými odborníkmi ste mali taký intenzívny vzťah? Áno, dá sa povedať s Čižmáziom veľmi intenzívny a s týmito pánmi zo všetkých tých krajín som sa stretávala vždy na tých konferenciách. Vajon hogyan lesz egy törékeny nőből szőlőnemesítő? Sorsáról a 20. század kegyetlen történelme és a volt Csehszlovákia döntött. Moja rodina je taká multinacionalistická. Môj otec bol Moravák. Moja maminka bola Viedeňačka. Môj otec tesne pred začatím druhej svetovej vojny kúpil také malé hospodárstvo, poľnohospodárstvo na Žitnom ostrove a pripravoval sa tým na penziu v tom smysle, že by to bol nejakým spôsobom riadil. Vtedy, keď ja som išla na vysokú školu, to bolo v 48. roku, a bol práve zvrat k tomu najhoršiemu obdobiu môjho života, a to bol ten komunistický režim. A tí, ktorí vôbec vlastnili nejakú usadlnosť, nebolo to veľké, ale predsa len to, čo si bolo, čo môj otec kúpil, tak tým to konfiškovali. No a bol jeden výnos vtedy z ministerstva poľnohospodárstva, že keď deti týchto ľudí budú študovať poľnohospodárstvo, takže im ten majetok neskonfiškujú. No, takže to bol dôvod, prečo som išla na tú poľnohospodárskú školu do Košíc. To bolo na druhom konci republiky. No takže majetok skonfiškovali samozrejme. A chtením som sa začala zaoberať, pretože ma tam určili. Budete šlachtiť. Tak to bola pre mňa taká nová výzva a musím povedať, že za socializmu napríklad sa neprednášala genetika Mendelovská, Morganová, pretože Morganovská, pretože to považovali za buržoáznu pavedu. Tak toto nazývali. No takže z toho som mala veľmi, veľmi chabé základy, ale literatúrou som sa k tomu prebojovala, aj keď ťažko. Vedela som, že teda šla nové veci, nové odrody, nech je to akákoľvek plodina, vznikajú tým, že sa kríži otcovská s materskou. To som vedela. Nepoznala som vôbec odrody, ale mali sme jednoho vynikajúceho takého parťáka na vinohrade. Bol to starý vinohradník z obce Rača, ktorý teda dohliadal nad tou svojou partou vinohradníckých robotníkov a on ovládal skvelé odrody. To som tak hneď som za ním, keď som to zistila, hneď som za ním prišla a som ho poprosila, že či by ma nenaučil poznávať tie odrody. S míg a fiatal szőlőnemesítő mérnöknő, a Pozsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet nemesítői csoportjának vezetője az új ismeretek horizontját ostromolta. Dél-Szlovákiában, Kürtön, ebben a magyar faluban egy pár Magyarországról, kisnánáról áttelepített szlovák család próbált új megélhetést és otthont találni. Kezdetben a helybeliekkel csak a szőlészet és borászat iránt táplált határtalan alázat és szeretet kötötte össze őket. Hiába. A csehszlovák-magyar lakosság csere még túl friss, túl élősebb volt.
Ja ako malý chlapec som od začiatku vedel, že rodinu máme v Maďarsku. Ja som sa tam narodila. Ako 3-mesačnú ma sem doniesli, Perinke. Ja som bola najmladšia v našej dedine, ktorých presídleli. Oni robili v tej malej náne vo vinohradoch, aj mama, aj otec. Takže oni to odtiaľ si doniesli a tu boli vinohrady, ale nebolo štepené. Tak to oni tuto začali robiť, otec. On tu bol aj v družstve ako skupina Almaru. Partiu žien, ktoré vo vinohrade robili, on tam pracoval vo vinohrade. Boli jedni z prvých, keď nie úplne prví, ktorí dorábali štepy veľkovýrobne. Keď prišli z Maďarska, keď ich presídlili, tak v podstate to bola jedna z vecí, jedna z mála vecí, ktorí vedeli, čo v Strekove dovtedy bolo len sporadické. Takže oni to robili v Maďarsku, pretože žili v Kišnáne, v tej dedinke, kde je dodnes veľa vinohradov, je to blízko Gyöngyösi, takže sa tým zaoberali. Toto oni vedeli. A fiatal szőlőnemesítőnő legalább a volt Szovjetunióba elutazhatott a szakmai képzésekre, s így több mint 400 kaukázusi egyeddel is gazdagíthatta a kutatóintézet fajta gyűjteményét. Ezek lettek később a mai exkluzív új szlovák csemegeszőlőfajták szülei. A dostala som ja napríklad aj normálne od rodi zo západ, ja som aj západ, západné vinohradnícke krajiny oslovila a akýmsi zázrakom sa mi to podarilo dostať ako tak. Niekedy to bolo už všetko vyrašené a teda bol pochybný výsledok, či z toho dostanem niekoľko rastliniek a tak ďalej. No bola ksifihovská robota. Történetünk itt tér vissza Kürtre. Az újonnan keresztezett fajta jelölt magoncokat értékelni is kellett. Szlovákiában a legnagyobb fajta kísérleti telep a Kürti Fűri Egyesült Földműves Szövetkezetben működött, s Korpás András fiatal agrármérnök 1970-ben került oda dolgozni. A Brünni Mezőgazdasági Főiskola lednyicei karán végzett ifjú szakembert, pedig Wilhelm Kraus, aki tanára és mentora volt, addigra már jócskán beoltotta a szőlőnemesítéssel. Ennek eredményeként Dorota Pospisilovával is több évtizedes, intenzív együttműködés vette kezdetét. Lényegében könnyebb lősztalajok találhatók a kürti körzetben, viszonylag magas méztartalommal, könnyen melegednek ezek a talajok, és a méznek köszönhetően olyan években se hiányzik nálunk a sav a borból, amikor egyes területeken, marsvidékeken savhiánról beszélnek. Celý ten šlachtiteľský proces má niekoľko etáp. Všetky spočívajú vlastne na výber, selekcii. To znamená, že najprv musíte vybrať rodičovských partnerov. To je prvý stupeň. Potom to skrížite, máte semienko, hybridné semienko alebo hybridné semená. Tie z tých hybridných semien je treba vypestovať semenáč, teda pravokorený, vlastnokorený, zo semienka vyrastenú rastlinku. Ki kell, át van ültetve ilyen nagyobb kétliteres cserepekbe, konténerekbe, és utána a magoncok első évben, mindenkiben ilyen védettebb körülmények között ennek itt benn, és képesek fölnőni, amint látjuk, 2,5-3 méter magasságra is. Tudjuk, hogy a korai vesszőbeérésre szelektálhatunk, itt benn lisztharmat rezisztenciára szelektálhatunk, utána szelektálhatunk még arra, hogy milyen növekedési ereje van a magoncnak, vagy figyelhetjük azt, hogy a levél színeződése ősszel, látjuk ott, hogy valamelyik pirosra színeződik, az várható, hogyha a borszőlőről van szó, akkor intenzív lesz a színanyaga, vagy hogyha csemegeszőlőről van szó, akkor tudjuk, hogy ez biztosan kékszőlő lesz. Zo semena vyšlachtený vinič
potrebuje určité vývojové štádia prejsť, až kým začne fruktifikovať. To znamená, u viniča to trvá minimálne 5 rokov, niekedy až 7-8 rokov. Kint na magon stábla van, ahogy termőre fordulnak, akkor csemegeszőlőnél egyből el tudjuk dönteni, hogy érdemes vagy nem, ugye, mert a termést vizsgáljuk, a borszőlőnél pedig a pincében mikrovinifikációra kerül sor, és akkor azt azzal szöszmötölgetünk. Po mojej, by som povedala, minimálne 20-ročnej činnosti, najväčšie množstvo materiálu som odovzdala inžinierovi Korpášovi. Tomu som dala absolútne všetko, čo malo hodnotu z mojich šlachtení, úplne všetko. A keď som videla, že upadá ústav do zabudnutia, tak som spravila ešte ďalšiu vec, že som vybrala asi 500 najkvalitnejších odrôd, oskúšaných zo svetového sortimentu na naše podmienky, a aj tie som mu odovzdala. Český klonový materiál bol pribratý do toho sortimentu tiež. Tavaszán volt telepítve, és lényegében ebből a 35 tőkéből, amit itt látunk ebben a sorban, lett elszaporítva a gyevén szőlőfajta, és innen került ki a szaporítóanyag, csaknem egész Szlovákia területére. Aszúsodásra hajlamos ez a fajta, így szőlőjéből természetes édesborok, csemegeborok is készíthető. Itt van az első Dunai telepítés is itt található, sőt, olyan fajták is itt kerültek Szlovákiában kipróbálásra, mint a Morva muskotáj, az Aurelius, az Alibernet, az André, és itt vannak a Ruler család jelöltjei is, a Svojsen, a Ruler és a Rulenka. Jak je mi známo, ja som vyrobil prvý Dunaj v Strekove vo veľkom. V 90. rokoch som sa sem dostal na družstvo do Strekova. 5 rokov som robil viac menej takého asistenta pre inžiniera Korpáša. Bol som samostatný vinohradník a s ním sme robili selekciu týchto novošľachtencov. Ebben a pincében váltak fajtával. Itt bizonyosodott be az, hogy érdemlegesek arra, érdemlegesek bejelenteni a állami fajtaminősítőbe, és érdekes, hogy a 27 bejelentett fajtajelöltből 24 fajta lett. 1997. To bola prvá partia piatich odrôd, ktoré boli oznané. Bol medzi ním Devín, bol Dunaj a tri stolové, Diavand, Dora a Opal. Takže týchto 5, to bola úplná prvá partia slovenských odrod, ktoré boli, nikdy predtým žiadne slovenské odrody neboli uznané. To boli prvé v histórii existencie viniča na Slovensku slovenské odrody. Dorota Pospíšilová és Korpás András közös munkájának gyümölcse 24 új szlovák fehér és kékszőlő, valamint csemege fajta lett. Mint például a Dunaj, Hron, Nyitria, Rimava, Váh, Rudava, Torisa, Gyevín, Diamant, Dora, Opál, Ametiszt, Negra, Onyx, Pastel, Rubanka, Heliotrop, Bessemenka, Premier, Rea, Rosa. Tudják-e, hogy a világon csak Szlovákia büszkélkedhet a Róza nevű, rózsaillatú szőlőt és bort adó újfajtával? S míg Dorota Pospíšilová a ligeti szőlőről, azaz Vitis Silvestris írja a legújabb könyvét, a Korpások, apa és fia már saját nemesítéseiken dolgoznak tovább. Ilyen az úgynevezett Hossa és Lavina projekt is. Édesapám
készítette, illetve keresztezte a Dunai szőlőfajtát még 2002-ben egy igen késői érésű, a Pozsonyi Kutatóintézetből származó Kastetsz Cabernet Sauvignon Saperavi Dunai keresztezés volt ez, és utána pedig 2008-ban keresztettük a Merlóval és a Cabernet Franc-nal, a Merlóval Bakonyi Karcsi bácsi ihletése alapján, és úgy néz ki, hogy az ötlet bevált, megcsináltuk oda-vissza alapon, az azt jelenti, hogy a szőlőnél mindig az anyát tesszük első helyre, az apát a második helyre, és úgy néz ki, hogy a Merló Dunai között igencsak nagy ígéretek vannak. Mindegyik fajta így indul a vörösboroknál, ugye, de nem mindből lesz fajta. Szóval idén 57-tel foglalkoztunk ilyen kis mennyiségben, és láthatjuk, hogy egy magonc, egy tőke termése van itt, a Merló Dunai keresztezés, a 10-10-5-ös magonc, a szőlő kültről volt, egy magonc tőkéje, igen mély színe volt a préseléskor, 2015. október 21-én szedtük, és 25,5 mustfokkal. Inženýr Korpášból jeden z tých, ktorý mal nepredstaviteľnú invenciu pre odrody, on to robil s nepredstaviteľným záujmom a myslím si, že môžem povedať aj láskou a on bol šťastný v tom. Ezek már válogatott gyerekek, tehát ki vannak választva a legjobbak a sok magonc közül, ami majd a végén marad, azok esetleg jöhetnek szóba az állami fajta minősítőnél is. Az üveg neutrális anyag, nem befolyásolja a bornak a minőségét. A magoncoknál ez lényeges, ugyanis a hordó adhat a borhoz valamit, de el is vehet. Pozitív vagy negatív értelemben az üveg mindig semleges, közömbös marad, tehát nem változtatja meg az új nemesítésnek a jellegét. A kürti szőlőkben sok-sok magonc generáció váltotta egymást, és Stefan Lizák, a magyarországi Kisnánáról elszármazott szövetkezeti vincellér lánya, Berta Tiborhoz, egy helybeli magyar fiúhoz ment feleségül. És ahogy a kürti földeken az új szőlőfajták, ez a házasság is beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Manapság már három generációnyi Berta borászkodik együtt. Momentálne máme 1,5 hektára rodiaceho vinohradu. Gazdujeme na 2 hektároch vinohradov. Teraz nám chýba ešte 0,5 hektára, ktorý budeme vysádzať. Bude to červená odroda, bude to Dunaj. Je to vinohrad, na ktorým sme právom hrady, už len kvôli tomu, že to troška reflektuje to, kto sme, čo sme a ako sme. To znamená, že mladí ľudia majú vinohrad, ktorý skutočne vyzerá, no, jak by som povedal, ultramoderne. Alebo teda je to jedna z tých najmodernejších výsadieb, ktorá tu je, čiže využili sme všetky poznatky, ktoré sme mali k dispozícii. To bola prvá dosť zásadná vec. Potom máme nejakých 40-44 árov moravského muškátu, ktorý tiež je jeden z tých hlavných, čo my produkujeme. A ešte potom mikrovzorky, s ktorými sme začínali, takže Riesling Rínsky, Sauvignon, nejaká tá Mília, Devín, nejaké stolové, aby sme sa im vedeli aj ochutnať, ako to chutí, to hrozná, ak sa hovorí. Keď poviete, že máte, ja neviem, aby sme nespomínali len tie strekovské Míliu alebo Nóriu, alebo keď prídete naozaj s nejakým hronom, váhom, nejakou rózou, alebo... A tieto novošľachtence tu boli všetky, nie v prevádzkových pokusoch, ale už aj na väčších výsadbách. No a ja som sa s nimi stretol, mal som to šťastie v 90. rokoch, keď terajší vinári, ktorí teraz začali vyrábať ešte dní, fakt to netušili o týchto veciach. Čo sa týka podmienok pre tieto nové odrody, tak Devín majú veľmi radi na Morave, môže sa kľudne pestovať aj v Maďarsku, aj má to také rozšírenie. Keby naozaj chceli, tak dá sa to aj v zahraničí pestovať a v pohode. Slovenské novošľachtence sú pre ľudí ľahko vysloviteľné. Dunaj, Mília, Rónvách, to sú pre ľudí veľmi ľahko vysloviteľné a preto sú pre ľudí v zahraničí zaujímavé. A takisto, jak uspomenutí Nový Zelandci vybudoval celú svoju značku a viac menej ten trademark toho Nového Zelandu na Sauvignon Blanc, prečo by sme si my nemohli vybudovať na novošľachtencov. Kürtöt és Fürt Európa legjobb adottságú szőlőtermő területei közé sorolják.
2014-ben jött létre az Autentista Karta, a legtermészetesebb borok előállítására szövetkezett borászok szövetsége. Viszont még ők is foglalkoznak az új szőlőfajtákkal. Ha ragaszkodunk, vagy igyekszünk ragaszkodni a régi borkészítési eljárásokhoz, a régi fajtákhoz, akkor még mélytermesztünk, vagy mélytermelünk Dunajt, vagy akár egy Gyerint. Tehát azt szoktam válaszolni, hogy elvileg elég nagy része van. Tehát mikor pozitívan értékeltek egy fajtát, és itt nem konkrétan a nagy terméshozam megszerzésére gondolok, akkor ebben benne van Kürt is. Mind a hárman foglalkozunk Dunajjal, abba Kékoportó és Szentőrinci van, ami már mind a keresztezés során, és azok viszont a mi régi szőlőfajtáink, sőt a Dunajba a Kékoportót egy kürti tőkéről szelektált Kékoportó viszi a génjeit tovább. Tehát ez mindenképpen szimpatikus, és talán a Dunaj az a új nemesítések között az a fajta, ami így a legközelebb áll magához Kürtön, kivéve persze a nemesítés folyamatát. Vo Viedni bola degustácia z celého sveta vín o počte 12 300, približne 300 vín. 9 vyrobený v Topolčiankách, na šato Topolčianky, vyrobený ako ľadové víno, získalo z tých 12 300 odrôd najvyššie možné hodnotenie bodové. Prvá bola táto vzorka. Tak tento podnik prišiel ku mne sem domov, no ja som vtedy slzela, viete, lebo som povedala, veď ja som povinná vám poďakovať, že ste boli schopní takéto víno vyrobiť. Odaad a szeretet, mondanám azt, hogy szerelem nélkül nem nagyon lehet ezt a szakmát, főleg a szőlőnemesítést művelni. Igen munkaigényes, sok türelmet igényel, amint már említettem, és hosszadalmas. Nem egyik napról a másikra hozza az eredményeket, hanem talán majd a következő generáció fogja élvezni azt, amit a nemesítő elkezdett. A Gyevin fajta jelölt 1958-ban történt első keresztezése és 1997-es állami fajta jegyzékbe kerülése között csak nem 40, több nemzet, nemzetiség közös munkájával eltöltött esztendőt telt el. S ahogy több szőlőfajta genetikai alapja egy új nemes fajtává érett össze, filmünk szereplőinek is sikerült a történelem kegyetlen fintorait, a föld és isteni ajándékai őszinte szeretetévé és tiszteletévé varázsolni. A už ste odniesli aj do malej nány ochutnať devín? Samozrejme. No, oni to nepoznajú, túto novošlek nesvermi, ale už brali u nás očka, tak na čiernu. Oni si to potom doma vypestujú. Tak nech žijú nové odrody. Na zdravie. Na zdravie.